Az önkéntesek egész éves munkáját köszönte meg Bakai Nagy Zita alpolgármester az Új Budai Szociális Szolgálat karácsonyi ünnepségén. A hála és köszönet illeti őket, mondta. Hangsúlyozta, a szenior önkéntesek úgy segítik a 60 pluszos korosztályt, hogy átérzik ennek a kornak minden nehézségét. Tudják, kinek mire van szüksége. Nélkülözhetetlen a segítségük nem csak az időseknek, hanem Új Buda egész lakosságának. Varga Gergő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke szintén megköszönte az önkéntesek munkáját. Úgy vélte, az önkéntesek munkája win-win helyzetet teremt, nem csak az idősek, ápoltak járnak jól, a hasonló korosztályt képviselő önkéntesek is hasznosan tölthetik mindennapjaikat. Mátics Katalin, az USZOSZ intézmény vezetője elmondta, az önkéntesek példamutató közösséget képeznek, amelyhez jó tartozni. Azért jó, hogyha önkéntesek kapcsolódnak a mi programunkhoz, mert ugye ez egy nagyon jó csapat, és egy jó csapathoz tartozni szerintem egy nagyon jó dolog, és olyan feladattal foglalkozni, ami másoknak segít, egy külön kihívás. Ezen túlmenően olyan kompetenciáikat próbálhatják ki az emberek, amiket eddig esetleg nem működtettek, olyan helyzetekbe kerülhetnek, amik újabb felfedezéseket vezethetnek önmagukhoz. Ezt követően az Új Buda Ezüstkar kórusának műsora következett. Majd egy kis közös éneklés, és végül kis ajándékkal megköszönték a szenior önkéntesek idei munkáját.